17 évvel ezelőtt rendeztek először országos bajnokságot rövidpályán, és a nyíregyházi úszók az elmúlt 8 alkalommal ott voltak a mezőnyben. Tavaly a járvány miatt elmaradt a verseny, az elmúlt hét második felében azonban Kaposváron, néhány kivételtől eltekintve, ott volt a teljes magyar mezőny. Több mint 50 egyesület 350 úszója között heten képviselték a nyíregyházi sportcentrumot. A Stankovics Anna és Hatházi Dóra által szerzett aranyérem, és a Stankovics Hatházi Szurovcsák Ivett Barna Bianca négyes bronzérme minden idők legeredményesebb nyíregyházi rövidpályás szereplését eredményezte. Az első nap ugye 200 méter pillangó volt Dórinak a főszáma, harmadik vagy negyedik idővel kerültünk be a döntőben. A döntőben mindent az elvárásoknak megfelelően csináltak a Dóri, és végig tudta vinni azt, amit előtte megbeszéltünk. 2.08.2-es ideje az nagyon szép egyéni csúcs. Az, hogy a döntőben a Kapás Boglárka világbajnok is ott volt, ez egyéni legjobb eredmény, és azt mondom, hogy az egyik legjobb úszása is volt. A negyedik nap volt az 50 méter mellúszás. Anna a délelőtti előfutamokban országos csúcsot javított. Ezt ő tartotta, de már igen régen. És délután 600-addal maradt el tőle, tehát mind a kétszer 30,4-es időt tudott produkálni, ami szintén kiváló eredmény. Itt Ivett hatodik helyezést ért, illetve ki kell emelnem még Barna Biancát, aki B-döntőben harmadik helyezést ért el, illetve Serlő léttére 32,5-tel szintén egyéni csúcsot tudott úszni. Stankovics Anna számára több szempontból is érdekes volt az OB. Először képviselte új klubját országos bajnokságon, 3 év szünet után úszott rövid pályán, és 5 év kihagyást követően versenyzett váltóban. Ehhez képest 2 éremmel tért haza Kaposvárról Szollár Gergő tanítványa. Tényleg nem tudtam azt, hogy mi az, amit várhatok magamtól, illetve ezen kívül az utóbbi években tényleg megszoktam azt, hogy csak a saját egyéni számaimra kell, hogy koncentráljak. Volt a 2 mellúszó számom között 2 nap pihenő, amikor tényleg csak azzal foglalkozhattam, hogy mit kell csinálnom majd utolsó nap 50 mellen. Ezért egy kicsit ilyen... Tényleg nem tudtam azt, hogy mi lesz, hogy lesz azáltal, hogy tényleg az összes 4 napon úsztunk, és döntőket úsztunk a váltókkal is, több váltóval is. Ennek ellenére meg azt éreztem, hogy nagyon sokat tettek a váltószámok is az egyéni úszásaimhoz, és úgy gondolom, hogy ennek is volt köszönhető az, hogy utolsó nap sikerült az országos csúcsot megdönteni. Hatházi Dóra betegséggel küszködött a felkészülési időszakban, így érthetően örült a 2 éremnek, és annak is, hogy 200 pillangón a világbajnok Kapás Boglárkát megelőzve szerezte meg az aranyérmet. Mind a kettő más miért áll közelebb hozzám. Nyilván a 200 pillangó azért, mert ugye ez a főszámom, ezt már nagyon régóta szerettem volna elérni, és tényleg nagyon jól esik, hogy számomra, hogy olyan embereket tudtam megverni, mint például a Kapás Bogi. A váltó pedig azért nyilván, mert ugye Anna is most úszott először velünk váltóban, és tényleg nagyon jó volt ezt így együtt elérni. A nyíregyházi úszók november 27-én a hosszabb szünet után ismét életre hívott hazai rendezésű Szabolcs kupán szállnak medencébe, majd december közepén Győrben vagy Hódmezővásárhelyen, a helyszín még kérdéses, ciklus záró versennyel búcsúztatják az évet.